Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Sorozatunkban a babiloni fogság idején élő prófétáknál tartunk. Mai alkalommal szeretném önöknek ismertetni Dániel könyve második fejezetéből azt a rendkívüli álmot, ami az emberiség történelmét vetíti előre. Ezt az álmot nem a próféta kapta, ezt az álmot egy pogány király Nabukodonozor kapta, akit foglalkoztatott a saját sorsa, a családja, az egész dinasztiája, a birodalma sorsa, de csak Dániel tudta megfejteni, tehát ha nem ő kapta is, de a megfejtést, a magyarázatot csak ő adhatta meg. Mint említettem önöknek az elmúlt előadáson, ez a Biblia első vázlat proféciája. 10 ilyen profécia van a Bibliában, amelyekből most az elsőt szeretnénk részletesen megismerni. Tehát ott tartunk a fejtegetéseinkben, hogy Dániel kéri az udvarmesterek fejedelmét, Ariókot, hogy a király ne büntesse meg a babiloni bölcseket, akik nem tudták megmondani a királynak az álmát és az álmának az értelmét. Isten megjelentette a prófétának éjjeli látomásban az álmot és annak értelmét. Most Dániel kéri, hogy bebocsáttatást nyerjen a királyhoz, és megmondhassa neki, hogy a király mit álmodott, és az álomnak mi az értelme. Álom a történelemről. Mi ezt a kifejezést legfeljebb Madács ember tragédiájából ismerjük. Ott is egy nagyon fontos szerkezeti rész, az egész előrevetítés, az egész álomban, álom az álomban. A Biblia szerint Isten a történelemről többféle módon ad kinyilatkoztatást, 3 csatornát említ a Szentírás, sajnos ezeket már mi annyira nem ismerjük annyira, mint Madács tragédiáját. Biblia szerint ez a 3 csatorna az álom, a látomás és a gondolatihletés. Dániel könyvében mind a 3 helyet foglal, a 2. és a 7. fejezetben egy-egy álommal találkozunk, Nabukodonozor álmáról, majd Dánielnek, a prófétának az álmáról olvashatunk, aztán a következő fejezetben, a 8., 9. fejezetben egy látomás kerekedik ki előttünk az emberi történelemről, és a 10-től a 12-ig tartó fejezetekben pedig gondolatihletés által igék jelennek meg az emberi történelem végkimeneteléről, lefolyásáról. Szeretném még megjegyezni azoknak, akik megfogadták múltkori tanácsomat, és talán most már olvassák Dániel könyvét, hogy a 10 vázlat profécia közül, amely tehát jelen van a Bibliában, 4 található Dániel proféta könyvében, és ezeknek a vázlat proféciáknak közös sajátosságuk, hogy a történelem egy bizonyos időpontjából kiindulva végig tekintik a történelmünket, mind a 10 és ebből mind a 4 dánieli vázlat profécia a történelmünk végéig ível, tehát így, ahogy mutatom ezzel a kezemmel, egy pontban záródik mindegyik vázlat profécia, noha a kezdő időpont mindegyiknél más és más. Például Nabukodonozor ezt a proféciát időszámításunk előtt 603 környékén kapta, 603-602 környékén. A következő álmot, amelyben Dániel proféta részesült, az időszámításunk előtt 553-552 környékén adatot, tehát jó 50 év választja el Nabukodonozor álmát és Dániel álmát, nyilvánvaló, hogy a kiinduló pontjuk sem teljesen azonos, noha ennél a 2 proféciánál teljesen párhuzamos az álom, a 8.-9. fejezetben már egy kicsit később kezdődik a proféciának a kezdő időpontja. Nos hát, Dániel ott áll Nabukodonozor előtt, és mielőtt elmondaná a király álmát és megjelenteni annak az értelmét, még rendkívül fontos dolgokat bocsát előre. Ismerkedjünk meg mi is ezekkel. Felelt Dániel a király előtt, és mondta: a titkot, melyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtáratta Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Néked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban, afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, mely bennem minden élő felett volna jelentetett meg,
hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolatait. Dániel elhárítja magától tehát azt, hogy őt valami különleges embernek tartsák, nem ő a titkok megfejtője, őt legfeljebb az Isten részesítette abban, hogy eszköz lehessen abban, amit az Isten adott, mondott, hogy ezt megfejthesse a királynak, és Dániel bizonyságot tett arról, hogy azért kapta a király ezt a jövőt illető kijelentést, mert téged mélyen foglalkoztatott az, hogy mi lesz a jövő, mit hoz a jövő. Kedves nézőink, nem is annyira magától értetődő ez azoknak, akik hatalomra kerültek bármikor, a régmúltban vagy ma is a történelem során. Akik hatalomra kerülnek, ugyanis azokat legfőképpen a jelen foglalkoztatja, hogy a hatalmukat bebiztosítsák, vagy a legközelebbi jövő, vagy ahogy Ady Endre mondta megvetőleg, a perc emberkék világa, hiszen egy hatalomra jutott ember olyan, mint egy perc emberke. Szokták mondani, hogy a bukott politikusnál rosszabb nincsen, egyszer fönt volt, utána pedig aztán teljesen elfelejtik az emberek. Nehéz dolog a hatalom gyakorlása a földi történelemben. Pascal mondása juthat eszünkbe, aki gondolataiban ezt mondta, amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. A régi világban talán jobban érvényesült az igazság, az igazságosság, bár a kemény, önző emberi természet ott is sok mindent számon kívül helyezett abból, de hogy haladunk előre a történelemben, valóban azt látjuk, hogy a hatalom gyakorlásának egyre borzalmasabb és riasztóbb eszközeivel találkozunk. Ez már azért megvolt Babilónia időszakában is. Babilónia időszakat nem véletlenül 2600 évvel ezelőtti időszak, ahonnan kezdi a Biblia nagy történelmi vázatproféciáit. Történettudósok, történészek, kultúrtörténészek is sokszor hangsúlyozzák, hogy valami megváltozik az időszámításunk előtti 7.-6. században, és pedig ha ezt röviden kellene mondani, azt mondhatnánk, hogy az utóbbi több mint 2500 évben a hatalomból öncél lesz. Aki hatalomra jut, az mindent meg akar tenni, amire az akarata vezeti. Tehát a hatalom egy iszonyatos erő, egy iszonyatos befolyás az emberi történelemben, és ez a hatalom egyre inkább nélkülözi az erkölcsiséget, egyre inkább nélkülözi a mások, a tömegek, a nép, a misera plebs contribuens, ahogy mondták a középkorban, a szegény adózó népnek az állapotát vagy véleményét, amiben talán annyi változás adódik, hogy jövünk a mikorunkhoz, hogy egyre kifinomultabbak lesznek a csalások, egyre inkább átláthatatlanok, megragadhatatlanok a becsapások, vagyis újra ezt tudom ismételni, amit már sorozatunkban ismételtem, Vörösmarty Mihály három nagy szava a Gondolatok a könyvtárban című verséből kifejezi az emberi történelmnek a jellegét, irtózatos hazugság mindenütt. Nos hát, ez az ember Nabukodonozor, aki azonban nagy hatalmi tényező ellenére érdeklődött a jövő felől. Ez az ember milyen álomba részesült? Hogy tudta Isten neki bemutatni a jövőt? Hogy tudta neki bemutatni az egész emberi történelmet, nem csak Babilónia, hanem azon túlmenően az egész emberiség történelmét? Döbbenetes ez az első álom. Döbbenetes, hogy milyen egyszerű, és döbbenetes, hogy mennyire mély, és mégis részletező. Nabukodonozor álmában egy hatalmas szobrot látott. Cölém, mondja az eredeti héber kifejezés, tehát egy kifaragott szobrot, egy olyan szobrot, amire a második parancsolat, a tíz parancsolat második parancsolata azt mondja, hogy ne csináljon az ember faragott képet, szobrot Istenről, sem a világról. Fogadjuk el azt, amit az Isten mond, tehát az emberek nem akarják elfogadni, így az ember mindig egy hatalmas szobrot készít, egy felfogást készít, nem mindig szobor alakjában van, amikor eszmék alakjában gondol az ember valamit, és
próbálja helyettesíteni azt, amit az Isten mond. Nabukodonozor tehát egy hatalmas szobor formájában látta az egész emberi történelmet. Így érthette meg azt, amit megérthetett, és amit Dániel a tudomására hozhatott. Méghozzá olyan szobor formájában, amelyben kívánatos, értékes fémek egymás utánját látta. Tehát a szobornak, ennek a hatalmas nagy emberszobornak, emberkolosszusnak más fémből volt a feje, a két karja, a hasa és oldala, a két lábszára és a két lábfeje. A szobornak a feje színaranyból volt. A két karja és a válla már csak ezüstből. A hasa és az oldalai már csak bronzból vagy rézből, ugye a réz és az ón ötvözete a bronz. Aztán a két lábszár már csak vasból volt, tehát arany, ezüst, réz, vas, és a két lábfeje ennek a hatalmas szobornak már csak a tovább futó vasnak és a rárakódott cserépnek, tehát tulajdonképp agyagnak, tehát tulajdonképp sárnak a vegyíthetetlen vegyülékéből való volt. Tehát az aranytól indulunk a szobor látomásban, a szobor álomban, és eljutunk az agyagig, a sárig. Az emberi történelem így épül le, így gyengül. Isten szempontja az erkölcsi szempont, tehát itt most nem a technika, nem a tudomány, nem a műszaki fejlődés szempontja a szempont, hanem Isten szempontja a legfőbb szempont, hogy magából az emberből, meg az emberi közösségekből mi lesz. Igen, a legtöbb nép így is őrizte meg az emberiség történelmét, hogy aranykor, ezüstkor, rézkor, vaskor, de a Biblia adja erről a leghitelesebb, legegyszerűbben is legmélyebb képet, hogy elindul az emberi történelem valahonnan, és ez az emberi történelem egyre inkább épül, épül lefelé, és végül egy ilyen agyaglábakon álló kolosszus az, ami Dániel előtt megmutatkozott. És Dániel elmondja az álmot a királynak, és elmondja az álom értelmét is, csak hogy nem csak egy hatalmas kolosszust látott a király, hanem bizonyos dolgokra fel is figyelt, miközben ezt látta. Például arra, hogy hatalmas volt ugyan a szobor, óriási az emberi történelem, több évezredes folyamat az írásos, historikus történelem. Hatalmas fényessége volt ennek a szobornak, tehát az emberi történelemnek valóban vannak fényes időszakai, amelyekre visszatekinthetünk jóleső érzéssel, mint például egy görög fénykor, mint a magyar reformkor, és így tovább, minden nép milyen fényes időszakot számon tart a maga számára, de az ábrázata a szobornak rettenetes volt. Bármekkora nagy is a történelmünk, bármennyi hatalmas esemény zsúfolódik ebben össze, bármekkora nagy fényes időszakok, feltalálások és előrehaladások szegélyezik a történelmünket, a történelmünknek az ábrázata, ugye egy embernek az arcán van a lényege, egy szobornak is ugye az arcán van a lényege, az egész emberi történelem összesítése, összminősége. Igen, ez a jelző rettenetes. Ez a jelző található meg annak a magyar költőnek a versében is, aki egyébként sokat foglalkozott Dániel könyvével, aki felismerte a dániai jövendőléseknek a világra szóló erejét, és akinek a hatalmas, nagy 1847-ben írott versében szó szerint is viszont látjuk, viszont halljuk ezt a jelzőt. Rettenetes napokat látok közeledni. Ez a költő Petőfi Sándor. Petőfi Sándor, az ítélet. A történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak, nincsen, csak a tenger ölében.
vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig nem látott a világ, s a béke a mostani, ez csak a ma sírcsend, amely villámnak előtte a földrendítő mennydörgést szokta előzni. Látom fátyolodat, te sötét, mélytitkú jövendő, és meggyújtván a sejtés tündéri tüzét, e fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta, borzadok, iszonyodom, s egyszer s mind kedvre derülök, és örülök szilajan. A háború istene újra fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván lóra ül, és végig száguld a messze világon, és a népeket eldöntő viadalra kihíja. Két nemzet lesz a föld ekkor, s e szembe fog állni, a jók s a gonoszak, mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül. Mindegy. Ez lesz az ítélet, melyet ígért Isten proféták ajkai által. Ez lesz az ítélet, s ezután jön az élet, az örök üdvösség, s érette a mennybe repülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni. Kedves hallgató, kedves nézők, de lépjünk tovább. Nézzük meg a Petőfi vers után, visszatérve a dániai jövendőléshez, hogy mi is történik még ebben az álomban. Ott áll ez a hatalmas szoborkolosszus. Hatalmas, fényes, de rettenetes az arca. De egy nagyon egyszerű történés is lejátszódik, hogy arra volt figyelmes Nabukodonozor király, és így jelentette ezt meg neki Dániel, hogy amikor nézte a király álmában ezt a szobrot, akkor egy hegyről egy kő szakadt le, görgött alá, méghozzá kétszer is szerepel Dániel könyve második fejezetében, hogy kéz érintése nélkül, és a kéz érintése, emberkéz érintése nélkül leszakadó kő ráesett a szobornak a talapzatára, ne felejtsük, a szobor agyaglábakon áll, tehát semmiféle ellenerőt nem tudott kifejteni a kő esésével szemben, ahogy ráesett a kő az agyaglábakon álló kolosszusra, ez az egész kolosszus megrendült, egyik pillanatról a másikra leesett a talpáról, és össze-vissza zúzódott, törött minden, az arany, az ezüst, a réz, a vas, a cserép úgy zúzódott szét, mint nyári szélűn a polyva, melyet felkap a szél, és a szél valóban föl is kerekedett, és mindent elhordott ebből a szoborból, és semmi nem volt megtalálható a szobor alkotó elemei közül, hanem arra lett figyelmes a király ezután, hogy miután minden eltűnt, az a kő, mely kéz érintése nélkül leszakadt, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Kedves nézőink, rátérek majd ez álom részleteinek az azonosítására. Föl fogjuk tenni majd a kérdést, hogy mit jelképez az arany. Egyébként szó szerint a ti azonosítása megtalálható Dániel könyve második fejezet 38. versében. Föl fogjuk tenni a kérdést, hogy ez a két ezüstkar mit jelképez. Szó szerinti azonosítása megtalálható Dániel könyve 8. fejezet 20. versében. Mit jelképez a réz, oldal és has? Szó szerinti azonosítása Dániel könyve 8. fejezet 21. versében. Mit jelképez aztán a két felé oszló, két lába, két vas láb? Szó szerinti azonosítása Dániel könyvében nem található meg, viszont megtalálható Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében. És mit jelképez, mint egy a vasnak a második része, mert ez a második rész, mint egy ilyen ötödik rész is lehetne, tehát arany, ezüst, réz, vas és cserép, mint egy ötödik rész is lehetne,
Erről szóló részletes kijelentések megtalálhatók Jelenések könyve 8 fejezetében, Jelenések könyve 12-től a 19-ig tartó fejezetében. De kedves hallgatók, kedves nézők, mielőtt erre rátérnék a következő előadáson, valamire hadd hívjam fel a figyelmüket. Mi a proféciának a súlypontja? A proféciának a súlypontja az, hogy a történelmünk ilyen formában nem áll fenn örökké. A történelmünknek, ha úgy tetszik, hirtelen vége fog szakadni. Nagyon sok ember számára legalábbis hirtelen vége fog szakadni. Pál apostol később ezt az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében úgy magyarázza, hogy bizonyos embereknek hirtelen fog vége szakadni, más emberek viszont, akik odafigyelnek ezekre a jövendőlésekre, és együtt munkálkodnak az Istennel, hiszen Jelenések könyve is azzal kezdődik, hogy boldogok, akik olvassák, hallgatják és megtartják-e profétálásnak beszédeit, azok számára nem lesz ennyire váratlan, nem lesz ennyire hirtelenszerű, tudják, látják, sőt készülnek erre a hatalmas mozzanatra, ami ennek a proféciának is a súlypontja. Ennek a proféciának az a súlypontja tehát, hogy az emberi történelmünk ilyen formájában nem fog állni örökké, vége lesz, hirtelen vége szakad, de nem emberi kéztől szakad vége. Nem emberi új nyom meg egy gombot. Nem lesz éhhalál, amitől Malthus félt a 18.-19. század fordulóján. Nem lesz hőhalál, amitől a 19. század végétől féltek gondolkodó emberek. Nem lesz atomhalál, amitől félt maga Szentgyörgyi Albert is, aki az 1970-es években adott nyilatkozatában, hallhattuk a rádióban is, meg is jelent nyomtatásban, Eke Károly a Tudomány hullámhosszán című könyvében. Szentgyörgyi attól félt, hogy majd egy új oda talál egy gombhoz, mert nagyon sok gomb vezet már az atombombákhoz, és nagyon sok új férkőzhet oda a gombokhoz. De milyen jó ezt olvasni Dániel könyvéből, sem éhhalál, sem hőhalál, sem atomhalál nem lesz, nem veti végét az emberiség történelmének, hanem ennek a kőnek az azonosítás, hogy mit jelent ez a kő, mely a szoborkolosszus lábára, lábfejére rásik. Ő fogja végét vetni a történelmünknek. Sőt, bocsánatot kérek, nem is jól mondtam, tehát nem végét fog vetni, hanem végéhez fogja siettetni, végéhez vezeti, beteljesíti az emberi történelmet, hiszen a történelem utána, a kő leszakadása után folytatódik, de más formában, más minőségben. Semmit nem tud felhasználni ebből a történelmből, amelynek a napjait most éljük. Semmit nem tud hasznosítani ebből, mert a mi történelmünkben hiába voltak arany, ezüst, réz, vas, vas és cserép időszakok, minden sajnos fertőzve, átjárva van az önzéstől, a hatalomtól. Tehát egy új történelem kezdődik, emberekkel kezdődik ez az új történelem, de már ez a kő, amely nagy hegyé lesz és betölti a földet, az ő vezetésével kezdődik ez az új történelem. Ez a proféciának a súlypontja. Tehát mielőtt rátérnénk, és a következő előadáson rá is fogunk térni a proféciának, az álomnak az egészen részletes és pontos azonosítására, hogy úgy mondjam, a fától azért, az erdőtől azért lássuk a fát. A fa itt az, amit szintén az előbb idézett költőnk mond halhatatlanul, most nem a gondolatok a könyvtárban, hanem a Véncigány című versében: lesz még egyszer ünnep a világon. Lesz még olyan élet, amelyben ember nem nyomja el a másik embert, amely életben a szeretet és az igazság győzedelmeskedik, de ez csak az az élet lesz, amikor a kiskő nagy hegyé lesz, és betölti majd a földet. Keresve sem találhatnánk jobb lezárást mai témánk végén, mint a Petőfi vers után a másik nagy magyar költő ugyanabban, szinte ugyanabban a korban megírt versét, a magyar irodalom egyik legnagyobb versét, amelyben szerepel ez a sor: lesz még egyszer ünnep a világon. Vörösmarty Mihály, a Véncigány.
Húzd rá, cigány! Megittad az árát, ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vizen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet, egyszer fázott, másszor lánggal égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, véred forjon, mint az örvény árja, rendüljön meg a velő agyadban, szemed égjen, mint az üstökös láng, úrad zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jég verése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat törd el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt az elfojtott sóhajtás? Mi üvölt sír a vadrohanatban? Ki dörömböl az ég boltozatján? Mi zuhog, mint malom a pokolban? Húló angyal, tört szív, őrült lélek, bert hadak, vagy vakmerő remények. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, mintha újra hallanunk a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a kesejnek szárnya csattogását, Prometeusz halhatatlan kínját. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, és annyi bűn, szenny és ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, húzd! De mégse. Hagyj békét a hurda. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárod a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve, akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod, szűd teljék meg az örömborával, húzd, és ne gondolj a világ gondjával.